Sziasztok! Ez itt ismételten az alapjárat villámteszt. A mai alanyunk, ahogy láthatjátok mögöttünk, Imike kabátjához tökéletesen illő vörös bordó Honda Civic, ami pedig a 10. generációnak a faceliftje. Egyébként a Hondáról, magáról a Honda Civicről 1973 óta beszélhetünk. Azóta rengeteg facelift, rengeteg kiadás, rengeteg féle kivitel érkezett belőle, és mindig is nagyon népszerű volt. Sajnos a Civic főleg a boyracereknek a körében a legnépszerűbb. Minden esetre mostanra jutott odáig a modell, hogy akár üzleti autónak, akár családi autónak, de akár egy benzingőzös hülye gyereknek is tökéletesen megfelelő. Imikénél volt az autó az elmúlt egy héten, úgyhogy ő fog tudni mondani majd nekünk több pontos részletet, úgyhogy vágjunk is bele! Ahogy a Nadri már elmondta a bevezetőben, egy 10. generációs faceliftes Civic modellről van szó. Ugye manapság már beszélhetünk 4, illetve 5 ajtós Civicekről. Nálam a 4 ajtós szedán van egy hétig tesztelésen. És hát bevallom őszintén, első körben nem örültem neki, amikor megtudtam, hogy a szedán kivitel lesz nálam. Ugyanis az 5 ajtós hatchbacknek jobban örültem volna. De mit kell mondjak, ahogy beültem és útnak indultam, ez az ellentétjére fordult. Mi több, akikkel találkoztam tesztelésem során, mindenki egyből megkérdezte, hogy te figyelj már, ez egy amerikai belpiacos modell, én meg egyből rávágtam, hogy nem bizony. Most amin változtattak ezen az autón a nem faceliftes verzióhoz képest, ez nem más, mint hogy korábban látható volt itt a lámpák fölött ívelő krómozott elem, na ez most ugye feketére változott. Továbbá a fényszórók alapfelszereltségként ledesek lettek a korábbi halogének helyett, és ahogy megyünk oldalrább az autó körül, megláthatjuk, hogy átszabták kissé a lökhárító elemet is, itt a ködlámpák környékén, és amit én még különösen hozzátennék, az nem más, mint hogy véleményem szerint a nem faceliftes verziónál jobban látható volt az intercooler hűtő, amit most nekünk inkább eltakar a rendszám. A szélességjelző maradt, a kerekek pedig a 16-os helyett 17 colosak lettek. Ami engem kifejezetten meglepett még az autó esetében, az nem más, mint hogy a teljes súlya mindössze 1300 kiló, és mindemellett ebben a gyönyörű Carnelian Red árnyalatban pompázik, és hát az új Civic szedánhoz lehet kérni még felárért egy úgynevezett metáltónusú Cosmic Blue színű fényezést. A külsőt illetően másfajta változtatás nem történt az autón, csak amit a videó elején már említettem nektek. És hát ami a tárolóhely kapacitást illeti, a Civic szedán verziójának ez kifejezetten erőssége, ugyanis amellett, hogy a beltérben rengeteg rekesz áll rendelkezésünkre, amiben pakolhatjuk a dolgainkat, még rendelkezésünkre áll ez az összességében 519 literes csomagtér is, viszont nekem egyetlen egy problémám van vele, az pedig kukkantsátok meg, olyan, minthogyha konkrétan a japánok próbálták volna lespórolni ezt a plusz nem tudom hány gram borító elemet így a csomagtérből, és hát ez engem eléggé elszomorít, mert olyan, minthogyha tulajdonképpen nem fejezték volna be teljesen az autót. Na, be is huppantunk az autókába. Megérkeztünk a kocsiba. Imelda elvisz engem egy tesztkörre, hogy én is láthassam, hogy milyen is az új Civic, ami elsőre szemet szúrt, hogy bézs színű a belső, és hogy sehol egy gagyi műanyag. Szóval abszolút jól. Jól látom? Jól látod ezt a dolgot. Hát kérlek szépen, hogyha jobban megnézed, akkor látod, hogy ugye nincsen egyáltalán sok zongoralak, amit használtak a beltérben, tehát nem nincs sok olyan felület, ami új lenyomat mágnes lenne. Uh-huh. Az infotainment kijelzőnk az pedig, ha jól látom, le van mattítva, bár nem biztos. Lényeg a lényeg, például a vásárlók igényének megfelelően visszahelyezték ide is a gombokat, ami az előző verzióban nem volt, úgyhogy érintéssel is, meg gombokkal is tudsz mindent vezérelni rajta nagyjából. Ugye, amint említetted, bőr
bézs árnyalatú üléseink vannak, nos ez kifejezetten az executive felszereltségnek a része. És hát ami még érdekesség, az, hogy a vezető oldali ülés elektromosan állítható, viszont a jobb egy már nem. És a minap történt velem egy olyan eset, hogy egy 2 métert meghaladó magasságú úriember utazott az anyós ülésen, és hát annak ellenére, hogy eléggé mélyen ülünk ebben az autóban, nem lehet pumpálni, nem lehet nagyon sem erre, sem föl, sem leállítani azt az ülést, így hát el kellett húznom a napfénytetőt, és az úriembernek kilógott szépen a haja. Én magam mögött teljes mértékben tök jól el tudok férni, nyilvánvalóan, és hát ugye ez most ilyen férfi méretre van állítva, ez az anyós ülés, és ha egy férfi egy ilyen átlagmagasságú 180, akárhány 190 cm-es úriember ül be saját maga mögé, akkor teljesen elég elegendő lábtér marad. A motor teljesítménye, összteljesítménye 182 lóerő, ugye egy turbó benzines motorról beszélünk, 1,5 literesről, és a 182 lóerő mellé 220 Nm forgatónyomaték párosul. És hogy érzed, igen? Ez elég? Kipróbáltad autópályán a kocsit? Kipróbáltam mindenhol az autót, városban, autópályán, tényleg, ahol lehet, jó offroadozni, nem mentem vele nyilvánvalóan, de ugye korábban említettem már, hogy az autónak a súlya mindössze 1300 kiló, ami hát mi más, hogyha nem elég ez a motor ennyi súlyhoz. Igen. Tehát nekem ezt abszolút nem sikerült még mindig elhinnem, hogy ennyire könnyű ez a szedán. De hát lássuk csak meg, hogy mit tud ez a VTEC. Hát ez egy két túl. És van ugye sportmódunk is emellé, amit majd mindjárt át is kapcsolok. Sportmódban érezhető különbség a futómű meg a kormányzás között? Gázreakció? Abszolút. Gázreakcióba bele tudnék kötni. Hát ugye most egy CVT automataváltós verzióban ülünk. Jobban kipróbáltam volna, szívesebben kipróbáltam volna a manuális 6 fokozatúval, úgyhogy ugye a CVT-t azt sokan szokták kifogásolni, hogy meddig húzatja ki a motort, miért nem vált már át. De én azt gondolom, hogy az első generációhoz képest, mármint a CVT-nek az első generációjához képest, ez már egy nagyon-nagyon finom hangolású automata váltó, és a gázreakció sem annyira rossz, de lehetne jobb is, bevallom őszintén. Igen, kicsit a sportban azért azt várnám, hogy nagyobbat ugrik, viszont már meglévő lendületből jobb megy. Igen, tehát abszolút. Én azt mondanám, hogy városban tényleg elég lehet. A nagysebességű előzésnél is gondolom, hogy ha tudja hozni ugyanezt a hirtelen lendületet, abszolút, akkor abszolút. Nem, tök jó. Nem várok az erőre, ott az erő, simán lehet vele előzni, nem bizonytalan. Uh-huh. Ami néha elgondolkodik, az az infotainment rendszer, de erre majd kitérünk egy kicsivel később. Jó. Még egy kérdésem akadt, így vezethetőség és vezetésügyileg, hogy azért a Hondákról, főleg a Civicekről köztudod, hogy jó vezetési élményű autók, tehát ha fel akarsz menni vele a hegyre, akkor kanyaroghatsz, ha szeretnél egy szlalompályán próbálkozni, kipróbálhatod magad, mert nagyon fordulékonyak, meg jól vezethetőek az autók. Megmaradt az új Civicben ez a tulajdonság? Abszolút meg. A futóműve az egyszerűen zseniális többek között. Tehát ezeket az elég érdekesen lerakott magyar utakra, lerakott akna tetőket egészen jól veszi, nagyon kiegyenlíti, és amit még el akartam mondani, az a fordulóköre, hogy nagyon-nagyon kicsi, még ennek a 4,6 méter hosszú szedán kivitelnek is, simán meg tudsz vele szinte akárhol fordulni. Nyilván ehhez kell az elegendő hely, de a lényeg az, hogy nem gondolnád, hogy itt most ez az autó el fog férni, vagy ide most ezzel az autóval be tudsz parkolni, és simán. Lenyűgöz. Akkor végül is az egyik legerősebb tulajdonsága megmaradt a Civicnek, ami tök jó, mert mostanában azért a gyártók hajlamosak arra, hogy klasszikus modellcsaládokat így egyszer csak eltorzítanak valami mássá, és már minden hiányzik belőle, amit valaha szerettél, de sajnos akkor ezt mindenképpen jó pontnak föl lehet írni a Civicnek, hogy azért a vezetési élmény ebben a családinak mondható szedánban is ugyanúgy megmaradt. Így van. A vezetéstámogatók hogy működnek? Mindenféle vezetéstámogató rendszerünk van az autóban, sávtartó,
tempomatunk is van, ráfutásgátló, amit egyből kikapcsolok, viszont azt hozzá kell tennem, hogy ezek az asszisztensek, hogy ráfutásgátló és társai nem működnek, nem lépnek olyan idegesítően aktivitásba, mint mondjuk egy Suzuki-nál, elnézést a Suzuki-soktól, de ugye nemrégiben volt nálam egy S-Cross, meg egy Vitara, és hát kérlek szépen, az első dolgom volt, mikor beültem az autóba, hogy pikk, kattanásig, megszólalásig egyből kikapcsoltam ezt a funkciót, mert egyszerűen annyira idegesítően szól, hogy rendesen megijeszt vezetés közben. Az nem biztos, hogy jó egyébként. Ez a Civic pedig teljesen intelligensen, finoman jelzi, hogy figyelj már, közeledsz az adott autóhoz, lehet, hogy meg kéne állnod, de nincsen vele különösebben probléma. Van tolatókameránk is, elől pedig csak radarunk. Aha. Teljesen jó a képe. Most már mászkálgatunk itt Imeldával egy ideje a kocsival, és most éppen egy iszonyatosan rossz útszakaszra érkeztünk, és ami nekem eddig feltűnt az az, hogy nagyon csendes az autó, és a kerekek felől sem hallok semmiféle fölösleges zajt, és tényleg nagyon-nagyon rossz úton megyünk. Ez minden körülmények között marad? Tehát nagy sebességnél is ilyen csend van, és mindig ilyen a futómű? Abszolút jól érzékeled, ami nincs, az konkrétan a menetzaj. Tehát aha, ez az ennél az autónál nem létezik olyan, hogy menetzaj vagy szélzaj, semmi. Tehát ha a legnagyobb városi forgalomban mész felhúzott ablakokkal, becsukott napfénytetővel, semmit. Egyszerűen olyan halkan tudsz beszélni, hogy meg sem kell erőltetned magadat, vagy a hangszálaidat egy pillanatra sem. Láttam én a gyári katalógusban egy ilyen 5-6 liter körüli átlagfogyasztást, ami, hát igen, sejtettem, hogy nem biztos, hogy egy hozható adat. Imelda, kérlek, mondd el nekem, hogy mennyi realitást volt. Eltakarom. Itt egy 8-6-os látok, gyerekek, hogy alakult a héten, amióta elhoztad? Kérlek szépen, őszinte leszek hozzád, illetve hozzátok, kedves nézők. 8,2 literes átlagfogyasztással hoztam el a Hondától ezt az autót. Felvittem ugyan 8 hétre, de le tudtam tornázni, vagy le tudtam küszködni 8 alá, úgyhogy én a gyári adatokat abszolút megcáfolnám, meg teljes mértékben elítélném, úgymond, hogy 5,7 litert azt írtak, azt hiszem, a katalógusban, úgy átlagfogyasztásra, amit ha akarnék, meg ha más akarna, se tudna teljesíteni ezzel az autóval, ezekkel az adottságokkal. Hát azért szerintem, ha odaadnánk szüleinknek, akkor lehet, hogy ők le tudnának hozni vele valami hasonlót. Hát ahhoz nagyon olyan relaxált, nyugodt állapotban kellene, hogy legyenek, illetve ugye automata váltó, tehát pikpak, rárakod a lábad a gázpedálra, és már 50 km per órás sebességgel hasítasz, és egyszerűen nem érzem azt, hogy ennek 5,7 liternek kell lennie. Szerintem bőven jók vagyunk 8 liter alatt. 7-8 között ennyi. Azért már egy megfizethető szerintem. És ha már a megfizethetőségnél járunk, akkor megosztom veletek azt is, hogy mennyibe kerül a 4 ajtós Honda Civic 1.5 V-Tech turbós kiadás. 4 fajta felszereltségi szintben elérhető. Nálunk ugye a legmagasabb van. Ennek az ára 9.299.000 forinttal kezdődik. A Civic legolcsóbb lista ára pedig a legalacsonyabb felszereltségi szinttel 7.999.000 forint, amiről, hát hogy is mondjam, én amikor fapados autóba kerülök, akkor általában rohadt nagyokat csalódok magában a gyártóban és a modellben is, ezért valószínűleg magas felszereltséggel vásárolnám ezt az autót, ami ugye azt jelenti, hogy bőven-bőven a 10 millió forint lenne az ár, amit ki kell érte fizetni. De mivel ez a Civic már nem az a hülye gyerek Civic, ez nem, mint amit a sztereotípiák felállítottak, már nem az a lerugott autó, nem egy abszolút fiataloknak kitalált kocsi, hanem tényleg egy prémium érzetű, akár családi, akár üzleti szedánnak is tökéletes kis képlet. Nos, ez volt az alapjárat villámtesztje az új Honda Civic szedán facelift verziójáról.
Konklúzió, én megvenném ezt az autót, Adri nem. Remélem, hogy nektek viszont tetszett ez a tesztvideó, amennyiben részletesebb információkat is szeretnétek megtudni erről a pontos modellről, akkor kérlek titeket, hogy olvassátok el a weboldalunkon található írásos tesztet. Köszönöm még egyszer a figyelmet nektek. És ha eddig még nem tennétek, kövessetek minket a YouTube csatornánkon, kövessetek az Instagramon, lájkoljatok be a Facebookon, mindenféle lájkolós, csengős, feliratkozós dolgon, social media felületen tartsatok velünk, és legközelebb a kövi villám tesztben is. Úgyhogy köszönjük szépen, és sziasztok! Jó voltál, asszony! Ennyi! Telefon nem marad.